Sziasztok, megyünk az Arabboltba vásárolni. Itt a legolcsóbb és a legfrissebb a zöldség, a túró, a gyümölcsök. Itt van Attila, már jól van. Úgyhogy tartsatok velünk. Ahogy látjátok, az idő gyönyörű. A jó zene megy a rádióba. Láthatjátok itt a kanadai utcák, nagyon-nagyon csendes egyébként. Nem sokára odaérünk majd a boltnak a parkolójába. Közben megállunk tankolni, itt a Shell útnál. Láthatjátok, szerintem ugyan, emlékszek otthon, ugyanilyen volt a a sárkút otthon is. Ott a benzinára. Nézzétek meg, mennyi. Mindjárt kifogom. $1.60. Nem, $1.70. Ez a regulár. De te miért tankolsz? Anyas az. A 91-es. 91-es. Ezután a lámpa után fogunk odaérni. Nézzétek már ezt a részt, nem tudom. Várjatok. Amúgy itt még nem is voltunk. Nem tudom. Látjátok, ott lesz a bolt, az a neve Adonis. Parkoló. Közben Attila befigyel itt. Mit figyelek, de mit? A helyet. Már amonnan skubizza, hogy hová álljon. Na de láthatjátok, itt egyébként ez egy plázának hívják, mert sok volt van egy már itt a volt egyébként, ahol megyünk. Közelített nektek ott egy bank, 100 forintos volt, az a relaxál, az egy gyógyszertár és ilyen, olyan, mint otthon a Rossmann egyébként. Telefonszolgáltató, fodrászok, kozmetika. Egy kicsit messzebbről szeretek megállni. Halljátok, mit mond és miért? Hogy meg ne húzzák az autót, ezért inkább mindig jön. Nem állok a bolthoz közel, inkább messze. Mert fél attól, hogy meghúzzák az autót. Tehát ilyen nagy a parkoló, van ott pizza. Amúgy itt van a tisztító is. Na most sétálunk be a boltba, nagyon-nagyon meleg van. Nálatok most otthon milyen az idő? Értünk be a boltba, láthatjátok az árakat is. Itt a tésztárat láthatjátok. Ami egy fél kiló, igen, egy fél kilós kiszerelés, 1,88. Itt ez egy ilyen uborka fajta, savanyú, de nagyon-nagyon finom. Ebből fogok venni. Itt az ára is. És itt a paradicsompüré. 1,88. Láthatjátok a sorokat. Extra szűz olaj, 2,8 liter, $40. Savanyított szőlőlevél. Ebbe is töltöttem egyébként már káposztát. Az olaj $11. 3 liter. De ez az olívaolaj nagyon jó árban van, úgyhogy ebből veszek. Nektek a zöldséges pultot. Itt csak paprika. Az ára $5 elvéje, $11 kilója. Erre szükségem lesz, mert szeretnék csinálni feta sajttal töltött paprikát, és itt van a
Hungarian paprika. Ugye Attila? Ez a paprika nagyon jó árban van egyébként. $9 kilója. Látjátok, itt nincsen TV paprika, nagyon-nagyon ritkán van. Aha. Itt vannak a gyümölcsök, egy része egyébként. Láthatjátok az árat is. Nem olcsó, $4 egy ilyen kis dobozzal. Nézitek, milyen friss a petrezselyem. 3 darab, $5. Ja, szerintem vegyünk. Répa, brokkoli. Itt a legfrissebb egyébként a zöldség és a gyümölcs. Dinnyék. Akarsz dinnyíteni? Na most találom, ha kiveszek egyet, meg sem nézem. No. $10 kerül. Ezen a soron vannak a körték, az almák, a barack. És $3 egy fél kiló, gyerekek. Ebből viszont $4.5 egy kiló. Ez egy műben négyet. Ez nagyon jó árban van, ez a barack. $3 kilója. Számolhatjátok, nem túl olcsó. Nézzük meg a narancsot. Nem, ez mandarin. $6.5 kilója. Itt az őszi barack. Ennek is $3 kilója. Jonathan alma szerintem az. Vannak a saláták. Szerintem ebből. $2. Egy fej. Jó, még egy szép, hát itt az jó. Nem? Hát nem. Az sem. Az szép. Várjál, segítek. Na. Eddig ezeket vettük. A banán nagyon olcsó, $2 kilója. Látjátok? Vennem kell még új hagymát, repket és a zöldséget. Itt van a birka és a marhahús részlege. Gyönyörű, szép, friss. És például ez a gyönyörű, szép darab $30 gyerekek. Húsos volt, csirke része. Ezek ilyen begrillezett csirke darabok, 6,59 kilója, $18
kilója a csirkemellnek, és akkor menjünk tovább. Amúgy nagyon friss a hús tényleg. Ezek galambok. Nézzétek. A csirke mellett $13 és $16 kilója. Csirke felső comb, egész csirke, talált hús, ez mind manga egyébként. Bárány. Hogy ez arab volt, nem találtok a sertést. Vannak a halak, a tengeri herkentjük. Ugye gyönyörű magyarul szépek. És még mindig hal. Az egyik kedvencem. A teljes pult, a tojás, $5, és van benne, mennyi? 18 darab. Itt vannak a tejek. Látjátok? 7. Igen, $7. Ez a 3%-os, és ez a zacskós tej. Nem a dobozos. Itt a tejföl, $5, egy fél literes. Azt hiszem, igen. És a paprikához kell majd nekem feta cheese, ezt veszünk. Hatalmas egyébként ez a bolt. Fagyasztottak. Mosóporárak. Látjátok, itt van a Vegeta. $6. Leves kockák. Fekszek minden mennyiségben. Melyiket kerested? Valami. Ja, nincs. Az üdítő italok, $8. Micsoda? 10 éve 3. Chipszák. Mindenfajta Lays, Doritos. Kukorica, sok dipping szósz. De sok fűszer. Még mindig. Só minden mennyiségben.
tészták minden mennyiségben. Itt vannak a friss piták. Most nagyon jó áron van egyébként. És most jövünk a pénztárhoz. Így sikerült a bevásárlás. Ebben a boltban voltunk. Kommentben írjátok meg, hogy legközelebb melyik boltot szeretnétek itt látni tőlünk Kanadába, és mi feltöltjük, vagy milyen videókat szeretnétek látni. Kommentben tippeljétek már meg az árat, szerintetek mennyit fogunk fizetni. Köszi, hogy megnézted a videót, és ne felejts el rányomni a kis harangra, hogy a következő videónkról értesítsünk. Addig is puszilunk benneteket, és iratkozzatok fel. Sziasztok!